És most jön akkor a víz. Biztosan szívesen berekortyolnánk, de ezt soha ne öntsétek az égős olajos serpenyőbe. És meglátjátok, hogy miért ne. Úgyhogy abrakadabra. Hatalmas lángokkal csapott fel a tűz, miután egy szakember vizet öntött a kigyulladt tétolajra. Ezzel a bemutatóval szemléltette a katasztrófavédelem, milyen könnyű lakástüzet okozni. A pénteki rendőr és tűzoltó napra rengeteg fiatal látogatott ki. Ők interaktív bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a két hivatással. Voltunk már itt is a sátorba, és füstbe kell kalapácsot keresni. És milyen érzés ekkor a füstben keresni egy kalapácsot? Hát nehéz. A katasztrófavédelem munkatársainak nem titkolt célja az volt, hogy vonzóbbá tegyék a szakmájukat. Másrészt prevenciós jelleggel tartottak bemutatókat. Folyamatosan ezen dolgozik egyébként a katasztrófavédelem egészében, az amellett, hogy egyébként a tűzoltó mentőegységek ellátják kint a különböző tűzesetek és károsoknál a különböző beavatkozásokat. Természetesen a megerőzésre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ezúttal is egyébként ennek a foglalkozásnak röviden ez lenne a célja, hogy testközelből ismerkedjenek meg azokkal az eszközökkel, amit maga a katasztrófavédelem használ. A rendőrség nem csak az egyre több helyen megjelenő biztonsági övszimulátort vitte ki a parkba, más meglepetésekkel is készültek. Kipróbálhatják az úgynevezett részek szemüveget, amely részegséget, alkoholos befolyásolt állapotot szimulál. A gyerekek, illetve a felnőttek különböző gyakorlatokat végezhetnek, és érezhetik azt meg, hogy milyen érzés, amikor valaki ittasan próbál meg valamilyen cselekedetet végrehajtani. Mellettük a rendőrségi drónt is megtekinthetik az itt jelenlévők, illetve számos rendőr technikai eszközt, rendőrmotort, rendőrautót, rendőrségi fegyverzetet is megnézhetnek az ide látogatók. A délelőtt során több száz fiatal vett részt a szekszárdi rendőr és tűzoltó napon.